Sziasztok! Hát most egy új módszert szeretnék, ami már nagyon régi, megosztani veletek, mert hogy ne kelljen annyi etetőanyagot szórni a vizekben, ne romoljon ilyen melegbe a vizeknek a minősége. Igaz, Bogyó? Ezt még a Balatonon láttam, ott lestem el egy öreg horgásztól. Megfőzünk egy ilyen kukoricát, felit levágjuk horgászni a csőről, de úgy, hogy azért maradjon ott, amit a halak tudnak csipegetni. Másik felét meghagyjuk. Szokták úgy is, hogy minden második sort kiszednek, de szerintem felesleges, mert a halak így is úgy is durkálják, mivel érzik, hogy finom. Eztet egy nátszára rá kell kötni. Ezt a nátszát én előkészítettem, leszedtem róla a leveleket, csak a végén hagytam ilyen jelzőnek levelet. Fogtam egy ilyen tégladarabot, és ezt tehát rákössük majd a végére. Csak itt csinálok egy csomót, hogy ne legyen közvetlenül mellette, mert akkor nem bírják a halak dúrni. Tehát kötök egy csomót. Ez könnyebb a náda víznél, tehát fölfele fog menni, ez a víz felett fog lebegni kb. Ennyire. Így a csali. Utána fogom ezt a kis tégladarabot, vagy követ, vagy akármit, amit találunk. Ezt rákössük, hogy ne essen le. Bogyóka segítesz? Bogyóka segít. Tehát így rákössük a nádra. Van egy cső, tégla, és én ezt oda bedobom, ahol szoktam horgászni. Hát mondjuk ezt hosszú lett a nád, eldült, de végül is nem lényeges, mert az a lényeg, hogy mikor a halak elkezdik durkálni, akkor nád így rezonál. Mindegy, hogy el van egy kicsit dűlve, vagy nem, így még lehet, hogy az amúrok is ide szoknak. És ez a kukorica ott két napig is kitart. A halak érzik az ízit, oda mennek, durkálják, türelmetlenek lesznek. Ahogy oda dobja az ember a csalit, akkor mindjárt rávágnak a könnyű prédára, mert a csőről sajnos nem tudják leszedni, ami nem baj mondjuk. Így kis etetéssel oda lehet a halakat azért szoktatni a helyhez. Na majd délután megpróbáljuk, addig bemarad. Úgyhogy egy délutáni videót majd fogok csinálni róla. Addig is bőrbüljön, próbáljátok. Sziasztok!